A Nemzeti Galériában járunk, ahol pár nappal ezelőtt Vaszary János évtizedeken át ismeretlen képeiből nyílt kiállítás. De vajon hogyan kerültek elő a sosem látott remek művek? Az egyik raktárunkban, ahogy a műtárgyakat vettük le a Dexion polcról, akkor került elő ez a két vászontekercs, spárgával át volt kötve és lepecsételve a Vaszary hagyatéki pecséttel, és a legnagyobb örömünkre csodálatos olajfestményeket, 20-20 olajfestményt találtunk a tekercsekben. A kutatások szerint, amikor az 1950-es években leltározásra kerültek Vaszary hagyatékának darabjai, akkor keveredett el a két tekercs a többi műtártól. Majdnem egy fél évszázadig megbújtak ebben a kis szekrényben ezek a tekercsek, tehát restaurálásra szorultak. Nem voltak olyan nagyon rossz állapotban, de hát természetesen le kellett tisztítani meg. Voltak olyanok, amelyek eléggé megkopottak voltak, tehát egy komoly restaurálási munkán mentek keresztül a mi remek kollégáink munkája nyomán. És akkor kiválasztottuk azt a 24 legattraktívabb, legszebb kompozíciót, amit a kiállításon be akartunk mutatni. Rögtön a kiállítás elején a korai életszakaszának műveivel ismerkedhetünk meg. Ez a most újonnan megtalált kávéházi jelenet pedig egy kis francia intermezzót jelent a korai években, amikor még a 19. század végén Párizsban járt, a Julien Akadémián tanult. Nagyon kevés olajkép van ebből a korszakból, szinte csak a fekete kalapos nő volt eddig a gyűjteményünkben, ami erre az időszakra volt jellemző. Tehát megtaláltuk ezzel az új művel a pár darabját, ami hasonló festéstílussal és tematikájában is ezt a francia városi polgári hangulatot árasztja. Vaszary teljes művészetére, teljes életművére a sokszínűség jellemző, és már is repültünk az időben és térben, hiszen az 1920-as évek Párizsában vagyunk. Igen, ahogy a korai időszakban még csak tanulóként volt jelen Párizsban Vaszary, itt már egy érett festőként a 20-as évek közepén visszatért Párizsba. Ez is egy új kép, amit most találtunk az egyik tekercsben. Az akt kompozíciók egyébként visszatérő témái az életpályáján keresztül, de itt ennek a megfogalmazása kimondottan egy dekoratív, az Art Deco stílusára jellemző formai világban fogalmazódott meg. Vaszary élete kalandosnak mondható, és nem csak Párizs, hanem Olaszország is megihlette. Imádta a tengerpartot, a mediterrán világot, szinte minden nyarát ott töltötte Olaszország különböző részein. Nagy szeretettel és imádattal festette a különböző strandjeleneteket, tengerparti tájakat, akár enteriőröket, mint ez a legújabb kép is, ami egy tengerparti hotelszobát mutat. Hihetetlen könnyedséggel, nagyvonalúsággal, egy-egy motivummal ragadta meg azt az atmoszférát, ami egy ilyen tengerparti kis hotelszobának a jellegét, karakterét mutatja. Ha a késői időszakára jellemző tengerparti képeket megvizsgáljuk, akkor talán az az érdekesség a különböző intenzív színhasználaton túl, hogy elrugaszkodik a valóságtól, és például a tengert lilának ábrázolja. Egyre inkább afelé haladt a festészetében, hogy nem a látott látvány volt az elsődleges kiindulási pontja, hanem maga a kompozíció, a képi látvány, a képi hangulat, és ha éppen az a kompozíció és a kifejezés módjának a lényege azt kívánta, akkor teljesen szabadon alkalmazta a színeket, és mégis nagyon hitelesen tudott megjeleníteni egy-egy jelenetet. A 70 képből álló kiállítás időutazásra invitál bennünket térben és időben. Az eddig ismeretlen képek felfedezésével pedig még ismerősebbé válik számunkra a 20. század egyik legkiemelkedőbb magyar festőművésze.